Karácsony Gergely és Vitézi Dávid versenyét látják a képernyőn. A legfrissebb adatok szerint 95,6%-os feldolgozottságnál 246 volt a szavazat különbség. Vitézi Dávid megszólalt, mutatjuk önöknek, hogy mit mondott. Hát Budapest egy vibráló demokrácia, azt hiszem, hogyha ezeket az eredményeket megnézzük. Én azt gondolom, hogy ma este nem fog az kiderülni, hogy ki Budapest következő főpolgármestere, de ezzel együtt is ez egy óriási győzelem volt. Egy óriási győzelem, ahol megmutattuk azt, hogy van értelme annak, hogy programokkal, Budapestről szóló vízióval, érdemi és a budapestiekről szóló ügyekkel indítsunk el egy fővárosi és én egy főpolgármesteri kampányt, amelyben konstruktívan és a budapestiek életét érintő ügyekről beszélünk, és például szóba hozunk olyan fontos kérdéseket is, mint hogy mi lesz a külső kerületekkel. Ahogy én ezt az eredményt, időközi köztes eredményt most látom, tekintettel arra, hogy több mint 22 ezer érvénytelen szavazat látszik a Nemzeti Választási Iroda honlapján, most bárki is vezet egy tucat vagy két tucat szavazattal éppen, ahogy különböző köröket számolnak, az, hogy olyan meggyőző fölénybe kerüljön, akár Karácsony Gergely, akár én, ami ma este lezárja ezt a folyamatot, erre én nem számítok. Éppen ezért azt tudom önöknek mondani, hogy egészen biztosan újra számlálásra kerül sor, és ezt követően fogjuk azt megtudni, hogy ki Budapest következő főpolgármestere. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki elment ma szavazni Budapesten, hiszen hozzájárult ahhoz, hogy Budapest jövőjéről döntést hozzunk, és kialakítsuk részben az új fővárosi közgyűlést, ami egy sokszínű új közgyűlés lesz, és megválasztuk Budapest következő főpolgármesterét. Köszönöm mindenkinek, hogy elment szavazni, és külön köszönöm azoknak, akik a változásra szavaztak, akik kimutatták azt, amit én ebben a kampányban elég régóta mondok, hogy Budapesten azért van váltó hangulat, és nem elégedettek a budapestiek azzal a budapesti fővárosi politikával, amit itt az elmúlt években látni lehetett. Engedjék meg, hogy még külön köszönetet mondjak annak a sok száz aktivistának és önkéntesnek, akik bármiféle fizetség vagy ellentételezés nélkül az elmúlt hónapokban járták Budapest utcáit, ott voltak a nagy csomópontokban, megszólították a budapestieket és felhívták a figyelmüket arra, hogy érdemes változtatni, hogy igenis Budapest közös ügyeit lehet jobban irányítani, Budapestet lehet a mainál nagyobb sebességgel fejleszteni, akár jóval nagyobb sebességgel is. Én abban bízom, hogy gyorsan végére járunk annak, hogy akkor pontosan hány szavazat született melyik főpolgármester jelöltre. Ma este nyilván el fog jutni a számlálás odáig, hogy legyen egy teljes feldolgozottság, de ahogy az előbb is mondtam, az érvénytelen szavazatoknak a kirívó a magas száma miatt arra számítok, hogy ma végeredményt hirdetni a főpolgármester választáson nem lehet. Én örültem volna, de ezt most ki kell várnunk. Kerestem karácsony Gergely telefonon, sajnos nem tudtam elérni a mai este folyamán. Én neki is ezt szerettem volna elmondani, hogy azt gondolom, hogy itt újra számlálás előtt ebben a mai versenyben eredményt hirdetni nem fogunk tudni. Vitézi Dávidot, az LMP főpolgármester jelöltjét hallották, aki mögé Szent Királyi Alexandra visszalépésével a kormánypártok is beálltak. Azt mondta Vitézi Dávid, úgy fogalmazott, hogy most azt nem hozom szóba, amit már megbeszéltünk, hogy vélhetően újra számolás lesz ilyen nagyságrendben az érvénytelen szavazatokat, minden érintett félnek az az érdeke, hogy ez tisztázódjon ez a kérdés. De azt mondja Vitézi Dávid, hogy van főpolgármester váltó hangulat Budapesten. Egyetértenek szakértőink? Ez az újra számlálása az, amit néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy annyira kicsi a különbség, és annyira sok az érvénytelen szabadat, hogy gyakorlatilag ez borítékolható. Ami pedig a, a főpolgármester váltó hangulatot illeti, hogy hát az ember csak sétált a város, vagy beszélgetett emberekkel, azért lehetett érezni, és ezt a különböző közvénykutatások is jól visszaigazolták, hogy az emberek nem voltak elégedettek azzal, amit Karácsony enged az elmúlt időszakban véghez Ez ugye nyilván valamilyen módon szükség volt, hogy szavazatokra lefordítani. Ez Vitézi Dávidnak többé-kevésbé sikerült is, hát azt, hogy mennyire, hogy többé vagy kevésbé, azt valószínűleg teljesen néhány nap múlva fogjuk megtudni. Az egyébként, hogy ez kinek szól, bocsánat, hogy a DK-nak, az MSZP-nek, a párbeszédnek magának Karácsony Gergelynek, ez is egy érdekes kérdés lehet, mert ugye Karácsony Gergely volt a lista vezető, na de a DK-nak is a lista vezetője volt. Igen, de szerintem ez Karácsony Gergelynek szól, hiszen a, a DK lista sokkal rosszabb eredményt ért el a főpolgármester választáson, <kül> mégiscsak 475 százalékon áll jelenleg Karácsony Gergely, míg a DK lista, amit ő is képviselt, az csak 16%-ot kapott, 16,6-ot az eddigi adatok alapján. A Istvánhoz csatlakozva, ha itt egy kicsit matekozunk, most úgy tűnik, hogy fél százaléka a, a budapestiaknak Karácsony Gergely ellen szavazott. Szerintem erre gondolt Vitézi Dávid, hogy főpolgármester váltó hangulat van, mert ha visszagondolunk 2019-re, ott több mint 50%-át megszerezte a szavazatoknak, tehát akkor minden második szavazat rá lett leadva, most meg minden második szavazat inkább ellenállás. Nem tudom, meg tudnánk-e mutatni még a fővárosi közgyűlésben az összetételt. A list, A listákra a szavazatot, elnézést. A százalékos közgyűlés. Igen, Igen. százalékos, köszönöm szépen. Uh, ez az összetétel, de minden, minden, ne, ott, ott minden esetre az informatív, az valóban ott az van, az köszönöm. Informatív méghozzá, a szempontból jól rámutat arra, hogy Szentkirály Alexandrának a számításhoz bevált, hiszen hogyha megnézzük Vitézi Dávid Budapestért, LNP akkor ugye ők 10,15%-kal bírnak jelen helyzetben, és ugye a fidesz KDMP -e helyett 27, 8,74%-kal, -század ami azt mutatja, hogy a Fidesz szavazók mozdulhattak meg, és mondták, mondhatták azt, hogy bizony ők beállnak Vitézi Dávid mellé. Ha nem történt volna meg ez a, ez a változás, akkor nem elképzelhetetlen, hogy Vitézi Dávid nem a, nem a második helyen, hanem nem fejfelmet harmadik helyre jött volna be.